Sziasztok! Anna vagyok a Remény Farmtól, és egy újabb videóval érkezünk hozzátok a képernyőitekre. A mai videónk témája a ragadozók, és hogy hogyan tudunk ellenük védekezni. Anna, pont ott van egy. Sziasztok! Dávid is itt van! Szó lesz a rókákról, a nyestről, a patkányról, a légiragadozókról, és arra is akár mondjuk. Sziasztok! Itt vagyunk kint terepen, és akkor itt most folytathatjuk is ezt a ragadozó témát. Talán úgy a legegyszerűbb, ha az egyszerűbbtől haladunk a kicsit nehezebben elmagyarázhatóig. És akkor kezdjük is azzal, ami a legfiatalabb korban veszélyes a csibékre, tehát a kis napos csibékre főleg, és az a patkány. Sajnos a patkánnyal nekem van személyes tapasztalatom. Itt a farmon tavalyi évben egy reggel mentem be a csibe óvodába, és két csoport volt bent az óvodába, egy idősebb, meg napos csibék, ilyen 3-4 naposak. Először az idősebbeket etettem meg, mert náluk ugye hamarabb fogy a kaja, csipogás, minden, szokás szerint. Mikor elkezdtem a fiatalabbokhoz benyitni, ugye ők is 3 csoportra voltak osztva, első csoport etett, italt, ahogy szoktam, második csoport ugyanúgy, harmadikhoz, amikor benézek, nincs mozgás, semmi. Pedig ugye általában ugye úgy szétrohangálnak, amikor benyit az ember, mondjuk kicsit megijednek. Benéztem így mélyebbre, hogy vajon elbújtak-e valahol, vagy ilyesmi, aztán észrevettem, hogy egy ekkora nagy lyukat ásott egy patkány az alomba, és bizony a 220 csibéből 200-at kereken, nem tudom, hogy számolta-e, vagy mi volt, 20 csibénk maradt, 200-at elvitt egy éjszaka alatt. Egyébként Moriella megint itt van. Vagy ő csengő? Nem, Moriella, ő a dumás. Állandóan megérzi, hogyha videózunk. Úgy néz ki, hogy ő a kavala cicánk most már. Gyere ide, cicám! Látjátok? Ott van, ott jön. Gyere, cicám, gyere! Jó. Ez a hú. Jaj. Jön meg Bogi, a kis mudink. Moriella még mindig nem akar ölbe lenni. Bogi meg mindig jön velünk minden sétára, meg ilyesmire. Ha hegyet mászok, akkor is mindig elkísér. Visszatérve a patkányos részre, eléggé őszintén szinte traumatikus élmény volt. Nagyon sajnáltam a kicsi csibéket. Látszottak a kis vércseppek is, meg ilyesmi. Nagyon szomorú volt az egész eset. De azóta ez ellen azt követtük el, hogy lebetonoztuk az egész pajtának az alját. Igazából az óvodába semmi nem juthat be. Macska se. Macska. Amúgy. Kint a legelőn viszont előfordulnak nyestámadások. És pont jó helyen vagyunk amúgy. A nyest ellen nekünk a hálók, ez a csirkeháló, és ez az 1x1-es háló, ez véd. Annyi különbség van, hogy a csibehálón keresztül még be tudnak nyúlni. Tehát, hogyha a húscsirkék vagy a húsasszú csirkék pont a háló mellett vannak, akkor a nyest nekünk még jelentős kárt okoz, mert be tud nyúlni és megkarmolja őket, vagy megharapja őket. Nem, Anna, nem tudom, hogy hány csirkét vartál már így össze. Egyrészt volt olyan, amit tényleg összevartam, tehát a sebet összevartam, igen. A varronői háttér az sokat segít a tanyán is. Tehát nagyon sokszor van, hogy csak egy ilyen karmolástól már kapuc ki annak a csirkének. Viszont az 1x1-es pont egészet hálóval még egyáltalán nem volt gondunk. Tehát ez a háló az, ami a nyestől nekünk, lehet, hogy nálatok másképp lesz, nekünk még simán véd, és ezen keresztül nem nagyon tudott benyúlkálni. Viszont a róka ellen ez sem ér sokat. Nagy előny még, hogy a nyest leginkább fiatalkorban tud nekik kárt okozni. Úgyhogy az, hogy éjszakára zárva vannak tartva, az, és normális hálóval, az általában elég, legalábbis a mi körülményeink között. Az aranysakál délről érkezett be az országba, és nekünk itt ezen a területen egyáltalán nincs gond vele, de Somogyban napi szinten találkoztunk vagy a nyomával, vagy a hangjával. Minden éjszaka koncerteztek.
Nagy problémát viszont nekünk nem jelentett, mivel rendkívül félénk állat, ezért a sakál esetében szinte bármilyen kutya megállja helyét. Tehát, hogyha van a területen kutya, és van az állatokkal kutya... Nem úgy, mint a rókánál, ahol egyáltalán nem mindegy, hogy milyen kutyával van dolga. De az aranysakálnál az, hogy a kutyának a szaga érződik, meg ugat a területen, az nagyjából elegendő ahhoz, hogy messzire elkerülje. Úgyhogy jelentős gondot nekünk nem okozott onnantól, hogy kutya volt. Sőt, akár a fény is, az is, hogyha van egy reflektor, már attól is megijed. Nagyon-nagyon félénkek, és inkább falkába járnak a rókával szemben. Nem olyan könnyű a róka ellen védekezni a szabadtartás esetén. Maguk a kerítések az leginkább csak lassítják az átjutását, de ha van rá lehetőség, akkor alul is át tud ásni, meg a kerítésen is át tud mászni. Mint ahogy látjátok, a macskáink kezdték el használni a róka által kiásott nyomot. Most a hó takarja, tehát nem nagyon látszik a kaparás. De ebből is látszik, hogy maguk a kerítések azok csak lassítani tudják általában a rókát, hogyha alul nincs lebetonozva, és a tetején pedig nincs szöges drót, akkor tényleg csak ideiglenes akadályt jelent. Jelentős kárt tud okozni, és főleg május-júniusban különösen vakmerőek is tudnak lenni. Olyankor vannak kölykeik. Igen. Ha nem állt volna össze a kép, olyankor viszik a kicsi vuknak a kaját. Házi körülmények között talán a legcélszerűbb egy úgynevezett, mi csak úgy hívjuk, hogy csirkebörtön létrehozása. És akkor nem mindegy, hogy a pöribe vagy a böribe mennek a csirkék. Ezt szerintem ki fogjuk vágni. Háztáji körülmények között. Főleg akkor, hogyha csak pár darab csirkéd van. Érdemes egyfajta ilyen csirkebörtönt létrehozni, ahol semmilyen állat nem tud bejutni, tehát elég erős drótháló, alul betoncsík, a tetején szintén minimum madárháló, de valami erősebb drótozás is elfér. Tehát, hogyha csak pár darab csirkéről van szó, és nem cél a napi költöztetés, akkor talán ez a legjobb védelem. Megoldás. A rókával való védekezés terén egy csomó embernek az az első gondolata, hogy mondjuk kutyával védekezzen, de az a helyzet, hogy tapasztaltuk, hogy az utóbbi években egy csomó kutya... Igen, inkább. Egy csomó kutyafajta nagyon elsatnyult, elfelejtette azokat a dolgokat, amikre igazából tenyésző voltak valamikor, meg amiért tartották régen. Ezért nem csak az számít, hogy milyen kutyafajtát választasz, Talán már egyre kevésbé számít, inkább maga az egyed. Igen, igen. Egy jó kutya aranyat ér, sajnos nagyon nehéz most már normális munkakutyákat beszerezni. Teljesen elmentünk egy ilyen hobbi kutya irányba. Annyi kitétel van, hogy nálunk itt ez a bekerített rész, ez 6 hektár. Ehhez egy-két kutya nem elegendő. Volt olyan éjszaka, hogy 10-12 róka szempárt számoltunk. Szerencsére egy völgyben vagyunk, úgyhogy ha fejlámpával jöttök ki, akkor nagyon könnyen észre lehet venni a rókákat. És nem egy róka támad egyszerre, és ehhez bizony jelentős mennyiségű 3-4 kutya kell. Másik pedig az, hogy jelzőkutya is kell a többi kutyánk mellé. Régebben, mikor még csak komondorjaink voltak, akkor sűrűn előfordult, hogy még csak észre se vették a rókát, hiszen ugye hát nem az a dolguk, hogy annyira füleljenek. Viszont mióta megvan a kis Moodyink. Ott van. Ott van hátul. Gyere ide, Bogi, gyere szerepelni. Gyere. Gyere, gyönyörű. Gyere. Jaj, a komondorok, akik inkább egyfajta testőrök, melléjük nagyon jó, hogyha van egy-két jelző kutya kis testű, és ugye még kevesebbet is fogyasztanak. Ez így van. Munkakutyák. Ez így van. Szóval Bogi fülel, Bogi jelez, Bogi mindent meghal. És mindenhol ott van, főleg ahol mi. Ó, igen, és nagyon gyors. Tehát arra készülj fel, hogy lehet, hogy egy háztájnál mondjuk egy-két kutya elegendő, de nagyobb területnél 4-5-6-7-8 kutyára is szükséged lehet.
ez a megoldás, a villanypásztor használata az, ami nekünk teljes megoldást nyújt a rókák és egyéb jövevények, mondjuk a kóborkutyák ellen. Tehát ezek nélkül biztos, hogy mi csődbe mennénk. Amit itt láttok, ez egy baromfi háló. Arra érdemes figyelni, hogy ebből kapható olyan is, ami csak sima műanyag háló, és nincsenek benne fémszálak. Tehát nem alkalmas arra, hogy villanypásztorként funkcionáljon. Nagyjából egy ilyen háló 50 ezer forint, ami elég magas költség, és hogyha nem figyeltek oda, vagy másokkal dolgozol, aki nem figyel oda, tapossák a hálót, húzzák a földön, beleakadt galjakba, állandóan átlépik, nyújtják, stb., akkor egy év alatt simán tönkre mehet, vagy akár hetek alatt. Egy ilyen hálónak 2-3-4 évet is ki kéne bírnia, de ez megfelelő tudással, tehát megfelelő technikával kell felszedni, lerakni a földre, és megfelelő tisztelettel kell bánni vele. Ez egy 112 cm magas baromfi háló. Ez tökéletesen elegendő a hús hasznú csirkéknek a tartására. Ezt a rúka még nem tudja átugrani, soha nem volt vele problémánk. Viszont a tojó állományhoz már valószínű, hogy nem elég, tehát oda jobb lenne a 130 cm magas háló. Az viszont Magyarországon nem nagyon kapható, legalábbis mi nem tudunk róla, hogy lenne. Úgyhogy ezt valahonnan Európából kell majd behozatnod. A másik lényeges kérdéskör az maga a villanypásztor készülék. Ezzel kapcsolatban sincsenek túl jó híreim. Ez a Coral márka vagy a Speedrite még egy elfogadható kategória. Volt még egy megbízható készülék, amit már nem gyártanak. Nagyon fontos, hogy a kimeneti energia az 2 joule fölött legyen. 2 joule fölött elfogadható, de jobb lenne a 4 zsúlos készülék. Ugyanis vannak nagyon-nagyon makacs jószágok és makacs ragadozók. Ez a 2 feletti, ez épp hogy elegendő, hogy távol tartsa őket. Sokkal jobb lenne egy 4 zsúl fölötti készülék. Ugye ezek mobil készülékek, a hálózati készülékekben nagyon jól működik a legtöbb márka, mondjuk a Coral, Speedrite, meg még egy-kettő. De a mobil készülékeknél sajnos nem túl jó a kínálat. Egy barátunk kísérletezik egy no-name európai márkával, ami elvileg megfelel a kívánalmaknak, napelemmel van egybeépítve, és azt mondja, hogy nagyon jól működik, idén lehet, hogy mi is kipróbáljuk. Nagyon-nagyon fontos a villanypásztornak a földelése is, tehát hogy megfelelő pálcával, megfelelő mélységben legyen földelve. Nálunk a villanypásztor kezelése egy kritikus témakör. Minden egyes alkalommal, amikor valami hiba történik, mondjuk gázik a doboz, lemerül az akkumulátor, valaki nem jól rakja föl, elfelejti bekapcsolni, nem jól csatlakozik a napelem, bármi egyéb, minket aznap este már megbüntet a róka. Tehát nagyjából 90% eséllyel, hogyha valami gond van a villanypásztorral, akkor nálunk azonnal kár keletkezik. Viszont, hogyha regeneratív mezőgazdaságban gondolkodsz és állatokkal dolgozol, akkor amúgy is az életed egy jelentős része arra megy rá, hogy bizonyos állatok bizonyos helyeken, bizonyos keretek között mennyi időt töltsenek, és ebben nagyon-nagyon fontos és hasznos találmány az elektromos villanypásztor. Tehát ennek a kezelésének a megtanulása, napi szintű használata, a jó eszközök beszerzése az kritikus fontosságú. Szóval ez volt a mai videónk, reméljük, hogy tetszett nektek, és ha van bármiféle más kérdésetek csirketartással, gazdálkodással kapcsolatosan, akkor nyugodtan hagyjátok lent egy-egy kommentbe. Nagyon... És iratkozzatok fel a csatornára. Bizony, mert amint látjátok, rendszeresen töltjük fel a videókat, nehogy lemaradjatok egyről is. Sziasztok! Sziasztok!